A botfaiak is ünnepeltek advent első vasárnapján, az erdődi Hűvös Kastély parkjában Nagy Sándorné énekelt, Kocsis Erik és Kocsis Maja pedig karácsonyi versekkel lepte meg a látogatókat. A Lányok, Asszonyok és az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub tagjainak műsora advent hangulatát idézte. A programon Gecse Péter, a település rész képviselője emlékeztetett. Az Összefogás Botfáért Egyesület 2007-ben alakult, amikor a tagság eldöntötte, hogy maradandót szeretne alkotni. Így jött létre a Mindenki Karácsonyfája nevű program. Igyekeztünk megszólítani minden olyan civil szervezetet, akik a városrész mindennapjaiban munkálkodnak, hogy az ő műsoruk tegye szebbé az adventi készülődés időszakát, és úgy gondolom, hogy ez a rendezvény évek múltán kinőtte magát, és úgy gondolom, hogy mindenki nagyon kellemes hangulatban készülhet az adventi időszakra a Botfai városrészben. Az elmúlt időszakban nem csak a karácsonyfa fényei árasztják a meleg hangulatot, illetve az ünnepi adventi hangulatot, hanem itt a környezet is megújult.